Szabadkán közel 140 ezer egy tálételt biztosít évente a helyi Vöröskereszt által működtetett népkonyha. Idén a városi költségvetésből a népkonyha működtetésére 36,7 millió dinárt kaptunk. A 30 év nem rövid idő a szociálisan hátrányos helyzetben lévő embereknek való segítségnyújtásban. Több más jellegű programunk is van, de ma az élelmezési világnap helyében a népkonyhára helyeztük a hangsúlyt. Ezért elmondom, hogy naponta 1200 adag ételt osztunk ki 30 helyen, 33 helyi közösség közreműködésével. Az élelmezési világnap alkalmából a Vöröskereszt közreműködésével ma megkezdtük az egy tál étel adagok és tisztálkodási szereket tartalmazó csomagok kiosztását a város területén. Tudni kell, hogy hasonló tevékenységi körben több projekten dolgozzunk, amelyekre idén összesen 48 millió dinárt biztosítottunk. Az eseményen elhangzott, hogy kezdetben a népkonyha indításakor 3000 ételadagot biztosítottak naponta az zömében a volt Jugoszlávia területéről ide menekülteknek. Később ez a mennyiség 650-re csökkent, de 5 éve 1200 adag étel kerül kiosztásra egyetlen nap alatt az Északbácskai városban.